Ebben az évben már többször említette képviselő úr, hogy a 46-os számú főút megújul. Jelenleg hol tart ez a projekt? Gyakorlatilag a 46-os számú főút része annak a közel 70 milliárdos csomagnak, amelynek a felújítási munkálatai most fognak elindulni. Ebből a megye több mint 3 milliárd forintos felújítási részt fog kapni, ami azt jelenti, hogy például a megyében megújul a négyes főútnak két szakasz, a fegyvernek belteret és kenderes belteret, a jásságban megújul az agyvarékos abony közötti szakasz, a 31-es úton, ez egy nagyon fontos útszakasz, nálunk pedig összességében 17 kilométer út újul meg, hiszen 11 kilométer megújul itt ezen az úton, a 46-oson, azt jelenti, hogy ahol állunk kereszteződés, ez a kétpó turkeve kereszteződéstől a mezőturi sorompóig megújul ez az út, illetve a Tiszaföldvár mezőtúr összekötő útból mezőhégtől egy közel 6 kilométeres útszakasz újul meg, illetve a 44-es úton megújul Kúszent alatt egy rész. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a megyei keretből alaposan kivesszük a részünket, hiszen a megyei keretnek jóval több, mint a felzetünk Rekölti a kormány nem csak aszfaltozásról van szó, hanem egy sokkal komolyabb munkáról itt a 46-os esetében is. Pontosan milyen beruházás fog majd elkezdődni? Ez egy teljes pályás felújítás lesz, tehát ezen a 11 kilométeren alapmegerősítés és teljes pályás felújítás kezdődik. Ezt úgy kell érteni, hogy a patkáig minden meg lesz csinálva, a patkát is rendezni fogják, tehát ez egy, egy hosszú távra Elkészített munka lesz. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb ezen az úton, és abban bízom, hogy 2018-ig még fogjuk tudni majd folytatni ezt uh, törökszem Miklós felé, hiszen uh, 2017-re uh, a terveink szerint uh, még több utat fogunk felújítani a körzetben is. Uh, nyilvánvaló, hogy a szakaszait is meg kell csinálni a 46-osnak, törökszem Miklós beltereleten is, illetve Mezőtúr beltereleten is, uh, illetve uh, van egy mezőhék uh, mezőhékút, amit fel kellene újítani. Uh, van a török Miklós amit fel kellene újítani, tehát van mire költeni a pénzt. Én azt gondolom, hogy 2017-ben újabb felújítások fognak lenni. Ezt már majd a most, amikor tárgyaljuk majd a költséget, költségvetést, ezt már látni fogjuk, hogy mely utakra lesz lehetőség a felújítására. A Magyar Közút Nonprofit Kft-vel megbeszéltük azt, hogy mely utak lesznek a megyében felújítva 2017-ben, és ebben a mi térségünkből is nagyon sok út került be, és én bizakodom, hogy ez elegendő is lesz rá. Ezek a kormány önerőből megvalósuló pályázatai, vagy Európai Uniós források is segítik az útfelújítást. Az útfelültások azok magyar forrásokból mennek, mint ahogy magyar forrásból megy a 44-es útnak a gyorsforgalmi útátétele és az M4-es útnak a gyorsforgalmi útátétele, amely reményénk szerint ugye hamarosan mind a kettő elindul. A, ö, októberre várható, hogy az M0-ástól a 4-es út négy sávon gyorsforgalmi útkön elindul ide a megyénk felé, és 2018-19-re el fogja érni Török Szemiklós és fegyvernek közé, ott, ahol most abba hagyták a beruházást, tehát addigra oda el kell érni, tehát azt a szakaszt is el fogják készíteni, amit most lájtottak egy új műszaki tartalommal, illetve a 44-es út Kecskemét, Buda, Kecskemét Békés Csaba között végig el kell, hogy készüljön. Olyan szerencsések vagyunk, hogy az első szakasz, amit itt elkezdenek majd megcsinálni, az a Tiszakürt, Kontoros közötti szakasz, ami ugye elkerülik Kunszent Márton, és a többi település. Tehát a megyékben válik először biztonságos a közlekedés a 44-esen. Én ennek nagyon örülök, és abban bízom, hogy ott is a munkálatok még az idei esztendőben elkezdődnek. Az úgynevezett topos pályázatok mennyire tudják a térség úthálózatának fejlesztését segíteni? Hát a topos pályázatokon belül is ugye lesznek felújítások. Ebbe a felújításba tartozik bele, hogy be tudjuk fejezni a mezőhék mezőtúr például. Ebbe tartozik bele egy martfűi szakasz, egy martfű szakasz az útnak. Ebbe tartozik bele a mezőtúr turkeve útnak a teljes felújítása. Itt várható, hogy a, ettől a kereszteződési a turkeve felé vezető útszakasznak egy részét legalább föl tudjuk újtani, hogyha marad a keretben. És nagyon sok útnak a felújítása benne van még a térségben például. Például ugye a Szelevényi útnak a felújítása. Tehát abba bízom, hogy összességében több mint 10 milliárd forintot fogunk csak a megye útjaira költeni. 2016-17 elején, amikor elindulnak a topos pályázatok, és megy a mostani pályázat is, és a 17-es költségvetésben reményem szerint még ennél több pénz lesz majd az útfelújításokra. Sokan úgy gondolják, hogy ön még mindig a térség útügyi biztosa. Mi erről az igazság? Hát az az igazság, hogy már a választások óta nem én vagyok, tehát már lassan két éve nem én vagyok az útügyi biztos, de természetesen nem csak a körzetem, hanem a mennyi útjainak a, az állapotát, a javítását, az új utak építését is a szívemben viselem, hiszen az ember, ha ezt belefog egy feladatba, akkor ez, azt gondolom, hogy ezt vinnie kell. Nyilván nem útügyi biztosként, hanem képviselőként, elsődleges nyilván a saját térségem útjai, de hogyha tehetek valamit a megyek közútjainak, állapotának a javításáért, vagy akár a 4-esért, a 44-esért, ami minket is érint, akkor természetesen mindent elkövetek. Épp ezért volt az, hogy már többször kezdeményeztem képviselőtársaimmal, hogy üljünk össze, beszéljük meg, hogy milyen felújítási keretekre van szükség a megyében. Én magam írtam miniszterelnök úrnak egy kérelmet ezzel kapcsolatosan, és folyamatosan egyeztetek a Lázár János miniszterúrral arról, hogy hogyan és mikor tudunk plusz forrásokat kapni az eddig felsoroltakon kívül, arra, hogy a megye úthálózatának a rossz állapotát még jobbá tegyük és biztonságosabbá tegyük a közlekedést a megye lakosainak számára. Több nagy beruházás érkezik Jásznaikon Szolnok megyébe, például Tisza-Püspökibe a tk projekt, amelynek nem régen rakták le az alapkövét. Ezek a beruházások elősegíthetik-e a megye útjainak gyorsabb javulását? természetesen, hiszen ezek a beruházások önmagukban ugye fejlesztik azt, ahol ők vannak, fejlesztik azt a környezetet, de hát ezeket a beruházásokat meg kell tudni közelíteni. Ezért is fontos az, hogy az M4-es út kiépüljön, vagy ugyanilyen beruházás, vagy hasonló beruházás van Kunszemártonban. Ugye oda is nagyon fontos, hogy az M44-es gyorsforgalom minél hamarabb megépüljön. Tehát ezért van az, hogy a kormány felgyorsította, hoztunk egy törvényt, amivel a gyorsforgalmi építését eleve felgyorsítottuk, az eddigi hat évről, ami a kezdeti az első kapavágásig volt a tervezés, amikor elindult, hat évig vártunk arra, hogy az első kapavágást meg lehessen tenni. Ezt ma leszorítottuk két és fél évre. Ennek köszönhetően lehet elérni azt, hogy 2018-ra, 2019 elejére az összes ilyen gyorsforgalmi út, amit ígértünk, az meg tudjon épülni.